idén harmadszor fognak össze Szlovákiában, kicsik és nagyok, hogy egy cipős doboznyi ajándékot küldjenek Csángó magyar és kárpátaljai barátaiknak. A csomagokat a református gyülekezetek gyűjtik. A cipős dobozokban lehetnek tanszerek, nem romlandó élelmiszerek, ruhák. Mindenki feltünteti a dobozon, hogy hány éves gyereknek szánja. Idén először magányos időseknek is gyűjtenek ajándékokat. Az akció november 28-áig tart. Ezeknek a csomagoknak a gyűjtésével igazából egy gesztust szeretnénk az ott élő magyaroknak nyújtani azáltal, hogy ha bár mi is határon túli országokból származunk, mégis fontos nekünk az ottani embereknek a magyarsága, és hogy érezzék, hogy nem csak Magyarországról, hanem más határon túli országból is gondolunk.